Ebben a sorozatban Jákov, azaz Jakab levelét vizsgáljuk, és megnézzük, hogy mi is az, amit üzen, hogyan kerülhetünk közelebb Jahua útjához és az ő instrukcióihoz, illetve magához, a Teremtőhöz, Jákov levelének segítségével. Jakab második fejezet, azaz Jakob második fejezet első vers így szól. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség hatalmasságában, Adonai Jehusách Másiákban. Mint mindig, természetesen sokkal több van ebben az egy mondatban, mint amennyit először gondolnánk, és ez csak akkor derül ki, hogyha, ahogyan javasolja, kutatjuk és keressük azt, hogy mi is az ő igazsága, mi is az, amit közölni szeretne velünk. Hogyha megnézzük a személyválogatást, és egy kis kutatást végzünk, akkor megtaláljuk például a Ikra 19-es fejezet 15-ben a következő parancsolat, ez ugye 3 Mózes 19. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld, igazságosan ítélj a te fele barátodnak. Egyértelmű, hogy mi az, amire felszólít, az pedig az, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, hiszen az igazság az ő szava, ez alapján ítélünk, attól függetlenül, hogy az, aki előttünk áll szegény, vagy úgymond hatalmas. Teljesen egyértelmű, hogy miért mondja ezt, hiszen ő ugyanígy ítél meg minket. Egy ponton mindenki az életében igaztalanul és gonoszul élt az ő törvényeihez képest, ennek ellenére ő valamennyiünknek adott esélyt, illetve adott volna, hogyha az ember elfogadta volna azt. De ebben Rím 1.16.17 így szól, és megparancsolám abban az időben a ti biráitoknak mondván, hallgassátok ki atyátok fiait, és ítéljetek igazságosan mindenkit az ő atyafiaival és jövevényeivel egyben. Számtalan példa volt már erre, a jövevény épp úgy, mint az izraelita egy törvény alá esett. Úgyhogy az, hogy a pogányokra más törvények vonatkoznak, ezek a zsidók törvénye, ez soha nem így volt, és ez egy nagyszerű példa erre ismét. Így folytatódik. Ne legyetek személyválogatók az ítéletben, kicsint úgy, mint nagyot hallgassatok ki, ne féljetek senkitől, mert az ítélet Elohimé, ami pedig nehéznek tetszik, néktek én előmbe hozzátok, és én meghallgatom azt. Ugyanazt, amit az imént tanácsolt a Ikra 19-es fejezetben, a 15-ös versben, ugyanazt mondja ismét, erre utal vissza tulajdonképpen, mikor azt mondja, hogy megparancsolám abban az időben. Mindenkit egyformán ítéljen meg. Izraelita vagy jövevény, ugyanúgy, mint a gazdag, szegény, kicsi, nagy, teljesen mindegy. Egy törvény vonatkozik mindenkire. Ez az, amit meg kellene értenie mindenkinek ma is. Egy törvény vonatkozik ma is mindenkire. Ezért utal vissza Jakob is erre. Miért használnának ennyi idézetet a Tanákból, az úgynevezett Ószövetségből, hogyha már nem kellene ismernünk azt? Azért, mert ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk ma, mint amik akkor, erre utal Jakob. Így folytatódik Devarim 16-os fejezet. 18-tól 20-ig bírákat és felügyelőket állíts minden kaputba, amelyeket Jahua, te hatalmaságod áld néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. El ne fordítsd az ítéletet, szemét se válogass, ajándékot se vigy, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazok beszédét. Igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhass azt a földet, amelyet Jahua te hatalmaságot áld néked. Ha esetleg valakinek ez kimaradt volna, az igaz ítélet, az igazság, amelyről annyit beszél, az igazak beszéde, ez mind le van írva számtalan helyen. Az egyik ezek közül Tehelim 119-es fejezet 30-tól 34-ig. Az igazság útját választottam. Tehát az az igazság, amiről itt beszél Deberim 5 Mózes 16-ban, vagy az előző, vagy Ikra 19-es fejezetben, vagy a későbbiekben meg fogjuk látni, számtalanszor említik ezt az igazságot, ugyanúgy, ahogy használja Jakób és Saul, és az összes apostol, mindenki, aki szerepel ebben a
könyvben mindenki használja ezt a kifejezést, igazság, az igazság jelentése pedig meg van határozva a Tanákban. Az úgymond Ószövetség egy szótárként használ az Új Szövetséghez. A fogalmakat behelyettesítjük, és megértjük, hogy mi az igazi üzenet. És nem a saját fejünk után megyünk, és azt gondoljuk, hogy az igazság valamiféle elvont fogalom, amit mi majd megnézzük egy szótárban, és ezt érti ez alatt akár Saul, vagy Jakob, vagy az összes többi. Itt van az igazság definíciója meghatározott többek között, Zsoltárok 119, az igazság útját választottam, a te ítéleteid forognak előttem, hát ez az igazság útja az ő ítéletei, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz, a te parancsolataidnak útján járok, tehát az igazság útja az a parancsolat útja, taníts meg, Jahua, a te rendeléseidnek útjára, a rendelés útja az igazság útja, oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, megtartsam azt teljes szívemből. Az igazság útja, az ítélet, a bizonyság, a parancsolat, a rendelés, és ezek teljes szívből való megtartása. Úgyhogy mindazok, akik lázadnak a törvény ellen, azoknak meg kell értenie azt, hogy egy törvény vonatkozott a jövevényre, egy törvény vonatkozott az izraelitára akkor és most, és az ő törvénye mindörökké állni fog. Szóval bírákat és felügyelőket állít minden kapuba, ez ugye 5 Mózes 16, ezek ítélik meg a népet igaz ítélettel, arra szólítva, hogy ne fordítsd el az ítéletet, azaz ne válogasd a személyt az embernek, ahogyan eddig is láttuk, sőt, további információt ad, és hogy ne fogadjon el senki semmiféle ajándékot, mivel ez elfordítja az embert az igazságtól. Úgyhogy csak ebben a három verszakban négyszer szerepel az igazság szó, lehet, hogy érdemes lenne utána nézni így mindenkinek, és megtudni, hogy vajon mi is az, amit ért az alatt, hogy igazság. Hogyha pontosan meg szeretné érteni az üzenetét. 20-as, igazságot köves, hogy élhess, hiszen az ember akkor él, ha ezen az úton halad. Ha a törvények, a bizonyságok, parancsolatok, rendelések és az ítéletek útján halad, akkor élhet. Aki az igazságot követi, az élhet. Következő Misli 24-es fejezet 23-24. Ezek is a bölcsek. Ugye a szavai ez hozzáadott, de a lényeg az, hogy ezek a bölcsek. Szemét válogatni az ítéletben nem jó. Aki azt mondja az igaztalannak, igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megutálják a nemzetek. Ez pontosan az, ami ma történik a világban. Amikor aki megengedheti magának, vagy olyan pozícióban van, az másfajta ítéletet kap, mint aki nem. És ez elharapódzik az egész világban. Ez az egyik oka annak, hogy úgy néz ki a világ, ahogy kinéz. A másik az, hogy az összes törvényt, melyet a Teremtő hozott, a világ a feje tetejére állítja, és teljesen annak ellenére működik. Példabeszédek Misli 28-21. Szemét válogatni nem jó, mert egy falat kenyérért vétkezhetik az ember. Azaz, és ezzel visszautal arra, hogy ajándékot se fogadja el, sőt, ne is remél semmit. Egyértelművé teszi azt, amire utal itt Jakob, hogy személyválogatás ne legyen a gyülekezetben. Ugyan ezt erősíti meg az összes idézet, amit eddig láttunk, és mind az úgymond Ószövetségből való. Ő így ítél meg minket, és elvárja azt, hogy mi az ő példáját kövessük. Ugyanúgy, ahogy ő kegyelmes, és irgalmas, és megbocsátó, és nem személyválogató, ugyanúgy nekünk is így kellene élnünk. Az egy más kérdés, hogy a világ hogyan teszi ezt lehetővé, illetve hogy a világ mit választ. Ez pedig Divri Hayamim Bet 19, azaz második kronika 19.6.7, így szól. Ez még több információt ad ugyanerről a témáról. Ezt mondta nekik. Nagyon gondosan és körültekintően ítélkezzetek, mert nem az embereknek, hanem Jahuának, az örökkévalónak szolgáltok a bírói hatalmatokkal. Erre figyelmezteti a bírákat, hogy gondosan és körültekintően ítélkezzenek, hiszen Jahua az örökkévaló, a mindenható az, aki megítél mindenkit a végén, és ő gondosan és körültekintően ítélkezik, és megadta azt, ami alapján meg fog ítélni mindannyiunkat, azokat, törvényeket, parancsolatokat, rendeléseket és instrukciókat.
Jahu az örökkévaló veletek lesz, amikor ítéletet hoztok. Az örökkévaló Jahu a félelme és tisztelete legyen rajtatok, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert hatalmasságunk Jahu igazságos, és nem tűri az igazságtalanságot. Nála nincs személyválogatás, részrehajlás vagy megvesztegetés. Ahogy mondtam, érdemes kutatni, amikor az ember olvassa az írás és megpróbál rájönni bizonyos dolgok jelentésére, hiszen látható az, hogy hova jutottunk onnan, hogy Jakov azt írja, atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben. Látjuk azt, hogy ez nem az ő fejéből pattant ki itt, hanem ennek megvan a háttere egészen a kezdetektől, meg fogjuk látni, tulajdonképpen végvonul az egész könyvön. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember ugyanúgy ítéli meg a rokonát, az idegent, a jövevényt, a benszülöttet, a szegényt, a gazdagot, a gyereket, a felnőttet egy rendszer alapján. És azért szeretné, hogy így éljünk, mert ő így ítél meg minket, és így meg fogjuk érteni azt, hogy mi az, amit ő vár el. Azok a dolgok, amik itt vannak a Földön, annak a képei, ahogyan ő a mennyekben, a Shamayimban megítéli az ő seregét, illetve meg fog ítélni a végén minket. Azt szeretné, hogyha mint egy iskolában itt megtanulnánk azt, hogy mi a rend ott, hogy be tudjunk illeszkedni oda. Azonban az embernek ehhez meg kell érteni azt, hogy mi a feladata, és legfőképp alázattal és engedelmesen kellene járni az utat. E kettő nélkül nem fog működni, ha az ember a saját feje után megy, vagy nem hajlandó ezeket a dolgokat elismerni. Az a szellemiség, az nem fog megférni a teremtővel, az örökkévalóval. Erre figyelmeztet itt. Ő az, aki mindenkit megítél, ő az, aki mindenkit figyel. Ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy legyünk olyanok, mint ő. Ha már itt tartunk, hogy legyünk olyanok, mint ő, első kefa, első fejezet 16-17, az első Péter 1-16-17 így szól. Mert megvan írva, szentek legyetek, azaz elválasztottak, kiválasztottak, különbözőek a világtól, mert én különböző vagyok, vagyis kivált a világból, szent vagyok. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, erre szólít fel az örökkévaló. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Azaz még többet árul el erről az egész kérdésről, személyválogatás nélkül ítél, azért akarja ezt, hogy olyanok legyünk, mint ő. Csak úgy lehetünk olyanok, ha úgy élünk, ahogyan ő azt meghatározta. Nem véletlenül adta meg azokat az instrukciókat, melyeket megadott, hiszen az az út ahhoz, hogy olyan legyen az ember, mint ő. Ő, ha itt lenne, olyan lenne, ha azokra a dolgokra lenne szüksége, enni, inni, ruházatra lenne szüksége, ő úgy élne, ahogyan úgy élt, hiszen elküldte a megtestesülő szót, aki megmutatta, hogy hogyan kell ezen az úton járnunk. Személyválogatás nélkül, ez az egyik. A másik az, kinek-kinek a cselekedete szerint. A cselekedet az embernek az életmódja. Az életmódot pedig szabályozni kell. Olyan nincs, hogy mindenki megy a saját feje után és azt csinál, amit ő jónak lát. Ezért segített nekünk az instrukcióival. Nem azért, hogy megbüntethessen, hanem azért, amire itt felszólít, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez az útja annak. Nem az, hogy az ember kitalálja, hogy ő hogyan szeretne szent lenni, vagy mi az ő útja, amin ő járni akar, hanem meg van határozva, ezen kell nekünk járni. Ő személyválogatás nélkül meg fog ítélni mindenkit az alapján, hogy járt-e ezen az úton, vagy nem, a cselekedetei alapján. Meg fogjuk látni, hogy Jakov második fejezet egész véletlenül pontosan erről szól elejétől a végéig, az ember cselekedeteiről. Úgyhogy az, hogy a kegyelem alatt vagyunk, és onnantól kezdve minden mindegy, az egyáltalán nem igaz sem a Tanák, az Ószövetség, sem pedig a Brit Hadasa, az Új Szövetség szerint. Ehhez a verszakhoz még egyet, Saul rómaiakhoz írt levelének második fejezete 9.13 így szól, és ez nem a Károlyi, hanem az Easy to Read verzió. Így szól. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonoszságot művel. Mi a gonoszság? Az igazságnak az ellenkezője. De ha érdekel valakit, Jézsikájel 18-as fejezet 20-21 leírja, nézzük a 21-et csak, és ha a gonosztevő, ugye az,
akiről Saul beszél, aki gonoszságot művel, nyilván az a gonosztevő. A gonosztevő mit csinál? Megtér minden vétkéből. Mi a vétek, mi a bűn? Egy Jehukönön, egy János 3-4, a bűn törvénytelenség, aki törvénytelenséget követel, az vétkezik. Melyeket cselekedett? Ezek azok a cselekedetek, melyeket meg fog ítélni Jahua, kinek a cselekedete szerint. Szóval a gonosztevő megtér a vétkéből, azaz nem követel, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint igazságot cselekszik, élvén éljen meg, ne haljon. Azaz a gonosztevő az, aki ezek ellenére cselekszik. Törvény szerint, parancsolat szerint, igazságot cselekszik. Mi az igazság? Ítélet, bizonyság, parancsolat, rendelés, törvény. És teljes szívéből megtartja. Ugye erről beszél itt Saul. Szóval ez a gonosztevő, aki gonoszságot művel elsőként a Jahudimnak, a zsidónak, aztán a többi népnek is, mindenkinek ez lesz a sorsa. Nem azt mondja, hogy ez a törvény csak a zsidóra vonatkozik, a többi pedig kegyelem alatt van és azt sem akar. Azt mondja, hogy nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonoszságot művel elsőként a Jahudimnak, hiszen az ítélet az ő házában kezdődik, aztán azonban az összes többi népnek az lesz a sorsa. Mi a gonoszság? Ez megtalálható Jézikája 18, Tehelim 119, de végestelen végig az egész könyv erről szól. Erre figyelmeztet, hogy tér észhez, térj meg, járj az úton, amit kijelöltem, és akkor eljutsz hozzá. 10. Akik viszont jót tesznek, mi a jó ennek az ellenkezője, azok dicsőséget, tisztességet, békességet nyernek. A jót tenni kell, és nem elég azt hallani. De erről is szó lesz mind Jakobban, mind pedig rómaiakhoz itt ebben a fejezetben egy kicsit később. Mert Elohim részlehajrás nélkül ítél ugyanaz, amiről Jakob beszél. Részlehajrás nélkül ítél. 12. Akik nem ismerik Elohim törvényét. Mi Elohim törvénye? A parancsolatok, a rendelések, az instrukció, a Tora, ez az ő törvénye. A Tanákban leírt, megfogalmazott életforma. És úgy követnek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint a törvényen kívüliek. Azaz, azok annyi büntetést nem kapnak. Miért? Mert ő részrehajrás nélkül ítél. Ő igazságosan ítél. Ő tudja, hogyha nem ismerte, nem tarthatta be, de nem is kereste, a büntetést ugyanúgy megkapja, csak nem annyit. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Azaz, aki a törvény tudta, az alapján fogja megkapni a büntetését. 13. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, azaz, sajnos, ezt kell, hogy mondjam, a kereszténység túlnyomó többség, és azok az emberek, akik azt mondják, hogy ők a messiákot követik, akik ismerik a törvényt, még nem válik Elohim számára elfogadhatóvá, azaz nem elég ismerni a törvényt. Mert Elohim csak azokat tekinti elfogadhatónak, érdemes megtudni, hogy kik azok, akiket ő elfogadhatónak tekint. De itt le is írja, akik meg is teszik, amit a törvény követel. Ha tudjuk, hogy mi a törvény, és itt Elohim törvényéről van szó, nem arról, hogy eljött a Mesiák és 40 törvényt hagyott nekünk, amúgy meg mindent eltörölt. Elohim törvényéről van szó. Nem csak itt, hanem a 11-es verszakban is arról beszél, hogy Elohim részrehajlás nélkül ítél. Nem a Mesiák, nem Jehusa, nem Jézus, nem az Úr, hanem Elohim részrehajlás nélkül ítél. Csak az elfogadható az ő számára, aki tudja is, és azt meg is teszi. És ez maga Saul írja ezt. Nézzük tovább Jakob második fejezetet. Második vers így szó, mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, azaz egy gazdag ember, bemegy pedig egy szegény és szennyes ruhában, azaz egy alacsonyabb rangú szegény. És rátekintettek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, azaz a gazdagnak. Te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondják, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Azaz pontosan azt teszik, amire felhívta a figyelmet, hogy ne tegyék, a személyválogatásról van szó. 4. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek ég gonosz gondolkodású birákká? Nyilvánvaló, hogy a gonosz nem a piros ördögöt jelenti a szarvakkal. A gonosz azt jelenti, amit Ezekiel
megfogalmazott, vagy akárhol máshol megfogalmazta az írás. A gonosz az, aki nem tartja meg a parancsolatot, és nem a törvény szerint, és nem igazságot cselekszik, és mi az igazság, az ítélet, a bizonyság, a parancsolat, a rendelés. Ez az a gonosz, akire itt utal. Ellent mondanak maguknak, mert nem úgy élnek, ahogyan kellene élniük, és ahogyan azt hiszik, hogy élnek, hiszen az az igaz, aki úgy cselekszik, és nem csak ismeri a törvényt, ahogyan Saul is mondja. Azonban itt, akikhez Jakob szól, ezek nem úgy élnek. Lehet, hogy ismerik, mint a legtöbben ma, csak nem úgy cselekszenek, nem úgy élnek. Ötös. Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Elohim választotta éki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, örökösei az országnak, melyeket azoknak ígért, akik őt szeretik. Azaz, azok jutnak el hozzá, akik megalázkodnak, és akik engedelmesen járják az utat. Ezek azok, akikre itt utal, mint a szegényként. Akik gazdagok a hitben. A világot azoknak ígérte, akik őt szeretik. Nem azok szeretik őt, akik mondogatják, vagy akik gondolják. Hanem azok szeretik, akik úgy élnek, ahogyan ő azt mondta. Honnan tudjuk? Onnan, hogy leírta 5 Mózes, Debarim 6:4-6-tól. Hald, Izrael, Jahua, ami hatalmasságunk egy, Jahua. Szeresd azért Jahuát, te hatalmasságod teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Arról beszél, hogy szeresd őt, és akkor eljutsz hozzá. Azoknak ígérte a világot, akik szeretik őt. Nézzük meg, hogy hogyan szereti valaki. És ez ígék, melyeket e napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Ez jelenti azt, hogy valaki szereti őt. Nem az, hogy mondja. Úgy, hogy az ő parancsolatai, az ő szava az ember szívében van, és ahogy láttuk, nem csak ismeri, hanem úgy is él. Tehelim Zsoltárok 40-től 9-ig ugyanezt mondja. Ugye azt akarja, hogy az ő igéje, az ő szava az ember szívében legyen. És rómaiak szerint úgy is éljen, nem csak ismeri azokat. Zsoltárok 49-es így szól, hogy teljesítsem a te akaratod, ez az ő akarata, a te törvényed a keblem közepette van. Elejétől a végéig erre hívja fel a figyelmet, ezt szeretné. Jakob arról beszél, hogy ezeknek ígérte az örökséget, ugye az örökösei az országnak, melyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Nézzük meg akkor azt, hogy kiknek ígérte ezt. Illetve, hogy mik a feltételei, ezt ugyanitt megtaláljuk 5 Mózes Deberim 6-os fejezet. Szorosan megtartjátok Jahuának a ti hatalmasságotoknak parancsolatait és bizonyságait és rendeléseit, melyeket parancsolt néktek. Ugye az igazság útja, ítélet, bizonyság, parancsolat, rendelés. Ugyan ez hangzik el itt, néhány verszakkal lejjebb. És azt cselekedjed, azaz nem csak aki ismeri, hanem aki azt cselekszi, az aki majd megkapja a jutalmat ezért. És azt cselekedjed, ami igaz, és jó Jahua személy előtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess, és bírhass azt a földet, mely felől megesküdött Jahua a te atyáidnak. Azaz ez a feltétele annak, amiről Jakob beszél. Ezért tanácsolja nekik azt, hogy úgy éljenek, ahogyan azt itt elmondta nekik. Ezek a feltételei annak, hogy az ember eljusson hozzá a vég. Azaz, az örökösök azok, akik ismerik, és akik megtartják Elohim törvényét. Utolsó verszak, ez 5 Mózes 6, Deberim 6-os, 25, és ez lesz nékünk igazságunk. Mi az igazság? Ez lesz nekik igazságuk, mi, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk minden parancsolatokat, Jahua előtt, ami hatalmasságunk előtt, miképpen megparancsolta nékünk. Ez az igazság. Még mindig nézzük meg, hogy kik is azok, akik őt szeretik. Ez 5 Mózes, Deberim 30-as fejezet, így szól a 6-os. És körülmetéli Jahua, te hatalmasságod, a te szívedet, azaz a szív körülmetélése, az egyáltalán nem a Brit Hadasá az új szövetségnek valamiféle találmánya, ez a kezdet kezdetétől követelmény volt. Mit jelent ez? Mindjárt kiderül. És a te magodnak szívét, miért? Azért, hogy szeressed Jahuát, a te hatalmaságod, a teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj azért, hogy a parancsolatokban járj, de ez ki fog derülni. 8-as vers. Te azért térj meg,
és hallgass Yahuwah szavára, és teljesíts minden parancsolatát, melyeket én e mai napon parancsolok néked. Ez jelenti a szív körülmetélése, ez jelenti azt, hogy szeretni Yahuwah-t, és ez jelenti azt, hogy valaki hallgat rá, és megtér, hogy úgy is jár, úgy él. Azaz ne csak mondogass, vagy ne csak ismerd, ahogyan azt itt Saul írja, hanem úgy is élj, ugyanúgy, ahogy első Péter, kinek a cselekedete szerint. Ugyanúgy, ahogy Hezekiel Ezékiel mondja, térj meg és tartsd meg a parancsolatot, és a törvény szerint igazságot cselekszik. Erről beszél az egész könyv. Ha így él valaki, az lesz az örököse az ígéretnek. 1. Jehukanon második fejezet 4-től 7-ig így szól. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs abban igazság. Nem is lehet, hiszen az igazság az maga az ő parancsolatai, és az ő instrukciói. Aki nem az szerint él, abban nincs igazság, az hazug. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Elohim szeretete. Miért? Azért, mert a parancsolatok maga a szeretet, hiszen aki az szerint él, az szereti Elohimet, az örökkévalót, Yahuwah-t, és szereti a fele barátját, hiszen az úgy él, ahogyan ő meghatározta azt. Ez maga a szeretet. A szeretet nem az, amit mi gondolunk, a szívecskék, a lájkok, a megosztások, meg annak a mondogatása. A szeretet az, aki úgy él, ahogyan ő ezt meghatározta. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, hiszen aki úgy él, az közelebb kerül hozzá, abban majd a ruák, a lélek munkálkodni fog, így kerülünk közelebb hozzá. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ő járt. Így vagy úgy, de mindenki ezt mondja, aki nem hajlandó ezt megérteni, az nem úgy jár, ahogyan ő járt. Hogy kicsoda? Yahusha HaMashiachról beszél ugye itt ebben a levélben. A lényeg az, hogy aki ő benne marad, az úgy jár, ahogy ő járt. Ha ő a szombatnapot tartotta meg, ha ő az ünnepeket megtartotta, ha ő úgy evett, úgy öltözött, úgy beszélt, akkor nekünk is úgy kell járnunk, még hogyan tegye egyértelműbbé. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok néktek. Azaz arról van szó, amiről eddig is szólt, hanem régi parancsolatot. Ami már eddig is megvolt, amely előttetek volt a kezdettől fogva, a régi parancsolat, az ige. Ez a parancsolat pedig a Tanák, az úgynevezett Ószövetség, az ő szava, melyet hallottatok a kezdettől fogva. Hogyan lehet egyértelműbbé tenni azt, hogy mi az elvárás? Nem új parancsolat van, régi parancsolat van. Az, ami kezdetektől fogva előttetek volt. Mi ez? Ez az ige. Mi az ige? Az ő szava, a Tanák, melyet hallottatok a kezdetektől fogva. Ez az igazság. Ezen az úton kell járnunk. Ez az, amit nem elég ismerni, hanem meg kell tartanunk. E szerint kell cselekednünk. Az ítélet, a bizonyság, a parancsolat, a rendelés, ez az. Térj meg! Erre szólít fel az egész könyv. Aki ezt nem hajlandó megérteni, vagy nem tudja megérteni, annak időt kell szánni arra, hogy eljusson idáig. Ez a könyv üzenete. Akinek mindez nem elég, hallhatja a Mesiák szájából, Yehukanon 14-12-15, így szól, bizony-bizony mondom néktek, ez ugye Yahusha HaMashiach idézőjelbe tér Jézus, aki hisz én bennem, aki mondogatja, hogy én hiszek, hogy az Úr a mindenem, Jézus a mindenem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, melyeket én cselekszem. Ugyanazt mondja, amit az előbb olvastunk, úgy kell élnie, ahogy ő élt. Nem részeit, nem amit nem töltött be, meg ezeket nem lehet betartani, meg ezt eltörölte, hanem úgy cselekszik, ahogy ő cselekedett, és még nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Az atya az, aki meghatározza, hogy ki hogyan él. Akkor, ha ő nem változik, ahogyan azt olvastuk, Malakiás 3.6-ban, akkor nem változnak a törvények sem. De hogy nem változott. 13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt. Miért? Azért, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ő azért jött, hogy az atyát dicsőítse. A kettő nem egy és ugyanaz. Azért jött el, hogy az atya a dicsőségét hirdesse. Mi azért kellene, hogy úgy éljünk, hogy bennünk látszódjon a Mesiák. Ez által
Mi dicsőítjük az atyát, ez a feladata az embernek. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt, ha pedig engem szerettek, az én parancsolatimat megtartsátok. Ahogy mondtam, mindenki ugyanarra hívja fel a figyelmet. Térj észhez, hagyd abba a mondogatást, és cselekedj a szerint. Hatos vers, Jakov második fejezet. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt, avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak én rajtatok, és nem ők hurcolnak itt titeket a törvény elé? Nem ők kármolják é azt a szép nevet, melyről neveztettek? Ugye ez Izrael, Izrael, azok a gazdagok, akik akkor megítélték őket igaztalanul, ítéltek. És ezáltal káromolják azt a nevet. Ezáltal nem dicsőítik az atyát, hanem káromolják az atyát, hogy nem úgy élnek, ahogyan ő azt mondta. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt, az írás szerint, mi a királyi törvény, szeresd fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. Ez a királyi törvény, az írás szerint, akkor meg kellene nézni mindenkinek, mi az írás, és az írás szerint, hogyan szereti az ember a fele barátját, nem a szívecskékkel, meg a lájkokkal, meg a megosztásokkal, hanem azzal, hogy jól cselekszik, hogy úgy él. Aki azt gondolja, hogy ez valami újdonság, annak figyelmébe ajánlom egyrészt azt, ami elhangzott, másrészt Vaikra, 3 Mózes 19-18, bosszú áll a ne légy, haragot ne tarts a te néped fia jelen, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok Jahua. Azaz már ekkor az volt a követelmény, amiről itt beszél a királyi törvény, az írás szerint ez az írás, hiszen ebben az időben, mikor ezek a levelek voltak, mikor ezek az emberek tevékenykedtek Mátétól, jelenések, még nem volt más, csak a Tanák, az úgynevezett Ószövetség. Erre utal, amikor azt mondja, hogy az írás a királyi törvényt az írás szerint. Ha a királyi törvény az, hogy szeress fele barátodat, és ez az írásban benne van, és 3 Mózes 19-18 azt mondja, hogy szeress fele barátodat, mint magadat, akkor lehet, hogy érdemes lenne visszanézni ide, hogy mik is azok, amik királyi törvénynek minősülnek. Nyilván nem az, hogy valaki mondogatja, hogy ő szeret valakit, hiszen itt van csak ebben a versben az, hogy haragot ne tarts, és ne légy bosszúálló. Ez az egyik olyan törvény, amivel az ember szereti a fele barátját. Van számtalan másik, nem azért írta le, mert nem volt jobb dolga. Azért írta le, hogy a későbbiekben majd az emberek vissza tudjanak nézni. Ezért utal erre Jakób, hogy a királyi törvény az írásban van, és ezt így kell cselekedni. Ahogyan Saul is mondja a rómaiakhoz, nem aki ismeri a törvényt, hanem az, aki meg is tartja, aki eljut majd hozzá. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek. Mi a bűn? 1 Jehukonon 1 János 3-4, a bűn törvénytelenség, aki törvénytelenséget követ el, az bűnt követ el. Aki megszegi a törvényt, az vétkezik. Akkor ezek szerint van egy törvény. Hogy ne lenne ez a királyi törvény, ami az írás szerint való? Szóval, ha valaki nem a törvény szerint él, ami az írásban van leírva, ugye az új szövetség a pritkárosan nem létezett, ezek szerint a Tanák, az ószövetség kellett, hogy legyen, amiről itt beszél. Ha valaki személyválogató megszegi ezt a törvényt, ami le van írva az ószövetségben, az vétkezik, elmarasztaltatva a törvény által. Tehát ezek szerint még mindig el van az ember marasztaltatva, még Jakób idejében is, a Mesiák halála után is el van marasztaltatva, mint annak a megrontója, akkor ezek szerint még mindig érdemes betartani, megismerni a törvényt. Ez egy eléggé más üzenet, mint amit a legtöbb ember gondol, hogy ez a könyv szól. És ez már a Mesiák halála után még mindig arról beszél, hogyha személyválogató vagy, akkor vétkezel. Elmarasztaltatva a törvény által. Mi a törvény, ami az írásban van? 10. vers, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen az egésznek megrontásában bűnös. Nem azt jelenti, amit a legtöbb ember mond erről, hogy látod, az egészet nem lehet megtartani, így ha te próbálkozol, akkor eleve nem fog sikerülni. Pontosan az ellenkezőjét jelenti. Arról beszél, hogy mindannyiunknak az szerint kellene élnünk.
Azonban minden törvény egyaránt fontos. Aki egyet megront, az olyan, mintha az összes ellen vétkezne. De ezt egyébként ki is fejti a következő verszakban, mert így szó. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj, és ha nem paráználkodod, de ölsz, törvényszegővé lettél. Az első és legfontosabb, hogy ki is az, aki ezt mondotta. Ez ugye a 10 parancsolat, Semot, második Mózes 20-as, és szól Elohim mindezeket az ígéket mondván. Én, Jahuva vagyok a te hatalmasságod, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgálat házából. Ez az, amikor hallhatjuk ezt a későbbiekben, hogy ne ölj, ne paráználkodjál. 13-14-es vers. Ki is az, aki ezt mondotta, ez ugye nem. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. Aki ezt mondotta, az nem Mózes, nem a zsidók, hanem és szólá Elohim mindezeket az ígéket mondán. Én, Jahua vagyok a te hatalmasságod. Azaz ezek a törvények, Jahua mindenható hatalmasság törvényei. Ezekre utal vissza. Amennyiben már nekünk nem kell aszerint cselekednünk, vagy ez nem fontos, akkor ugyanúgy lehetne paráználkodni, ölni, és minden mást tenni. Azonban, ha valaki ezt teszi, az törvényszegővé válik. 12-es. De nem csak második Mózes, hanem természetesen Devarim 5 Mózes 5 ugyanerről szól. Miért is aggódna Jakob amiatt, hogy valaki törvényszegővé lesz, hogyha mindannyian a kegyelem alatt vagyunk, és ennek nincsen jelentősége, hogyha az egész törvényt nem lehet megtartani, miért adta volna nekünk azt, ha tudja, hogy ezáltal törvényszegővé leszünk? Azért, mert valószínűleg csak félreértelmezték azt, amiről ez az egész szó. 12-es vers, úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Egyértelművé teszi ismét azt, amiről beszélt Saul, nem aki ismeri a törvényt, hanem aki úgy is él, vagy aki első Péter, aki elmondta, hogy kinek-kinek cselekedete szerint fogja őt megítélni. Számtalan más példa van, mindjárt meg fogjuk nézni. Úgy szólj, úgy beszélj, és úgy cselekedj, mint akiket ez a törvény fog megítélni. Ezzel kapcsolatban érdekes Jesiahu, Ézsaiás 29.13. Így szólt Jahua, mivel enép szájjal közelget hozzá, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lő. Azaz úgy szóljatok, és úgy is cselekedjetek, hiszen a probléma itt is az volt, hogy egy nép szájjal közelget, és csak ajkaival tisztel engem. Azaz csak mondogatja, hogy neki mindene az Úr, neki mindene Jézus, de nem úgy cselekszik. Erről beszél itt Jesiahu, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lő. Azaz az emberek parancsolataira hallgat, és azt követi ugyanúgy, ahogy manapság a legtöbben, az által, hogy azt mondják, hogy ez a törvény már nem fontos. Azonban őt a szabadság törvénye fogja megítélni. Nézzük meg, hogy mi is az a szabadság törvénye, hiszen ez egyáltalán nem egy új dolog. Miért is nem új dolog? Azért, mert ugyan erről itt Daud, Tehelim 119-es fejezet 44-46-ig, és megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké, és tágos téren járok, mert a te határozataidat keresem, és a királyok előtt szólok a te bizonyságairól, és nem szégyenülök meg. Úgyhogy ő tágas téren jár, mikor megtartja a törvényt, és a határozatait, és az ő bizonyságait. Ezt jelenti az, mikor azt mondja Jakob, hogy a szabadság törvénye fog megítélni. Aki ez szerint él, az tágas téren jár. Ugyanúgy Jakob szerint, ahogyan Daud írta Zsoltárok 119-es fejezetben. 13-as vers így folytatja Jakab második fejezet. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Azaz, amennyiben mi szeretnénk kegyelmet kapni, a végén nekünk is éppen ugyanúgy kell viselkednünk a többiekkel szemben és a többiekkel. Ezt jelenti a királyi törvény megtartása, amiről beszélt az előbb, ami az írás szerint van, szeresd fele barátodat. Amennyiben mi úgy viselkedünk, ugyanúgy fog minket megítélni majd a végén a mindenható. 14-es, mi haszna, atyám fiai, ha valaki ezt mondja, hogy hite van,
cselekedetei pedig nincsenek, avagy megtarthatja őt a hit. A kérdés az, hogy elégséges-e valakinek azt mondogatni, hogy ő hisz és ő szereti az Urat, Jézust. Ezt már láttuk, hogy Jesiáhu, Ézsaiás is ezt mondta, mivel enyém szája, közelgetés csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pontosan ez a kérdés, elégséges-e ez, ha valaki mondogatja ezt, és megtartja őt a hit. Máté Jahu 15-ös fejezet, Máté 7-től 9-ig így szól, képmutatók igazán profétát felőletek Jesiáhu, Ézsaiás. Ez a megváltó szava, Siák mondja ezt, visszautalva erre az idézetre, mely Ézsaiás 29.13. Ezért mondja, hogy profétát felőletek, Ézsaiás. 8-as. Mert enép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, melyeket embereknek parancsolatai. A Tora, a törvény, a parancsolatok soha nem volt embernek parancsolatai, láthattuk az előbb, második Mózes 20, ez Jahua, az örökkévaló parancsolatai, melyeket az embereknek adott, hogy azt szerint járjanak. Ez az a királyi törvény, ami az írásban van, melyre Jakab is utalt az imént. Azért mondja, hogy szájával közelget hozzám, de szíve távol van tőle, mivel az emberek erről beszélnek, de nem úgy élnek. Az előbb olvastuk Zsoltárok 40-es, 9-es versben, hogy azt szeretné, az az ő akarata, hogy a törvény a szívünkben legyen. Aszerint cselekedjünk. Erre szólít fel Jakab, hogy és az összes többi, amit eddig olvastunk, cselekedetek nélkül a hit nem lesz elegendő. Ezért mondja, hogy a szájával közelget hozzám, de a szíve távol van tőle, hiszen a parancsolatok nincs az ember szívében. És ekkor hiába tiszteli az ember, hiába mondogatja, hiszen az emberek tudományát, azaz azokat a filozófiákat, melyeket az emberek találtak ki, ezeket tanítják. Ugyanúgy, ahogy ma is. Mi a kegyelem alatt vagyunk, nekünk ezt nem kell csinálni, ezt a zsidóknak adta, ez rabság, ez átok, ezt senki nem tudja betartani. Ezek emberek parancsolatai. A Tora instrukciók soha nem volt emberek parancsolatai. Ezek azok az igék, melyeket ő adott az embereknek, amelyek szerint élnünk kellene. Jakab kérdése az, megtarthatja őt a hit? Úgyhogy érdemes mindazoknak, akik azt mondják, hogy mi a kegyelem alatt vagyunk, és mi, és a hit az, amire szükségünk van, figyelniük különösen arra, amit Jakab tanácsol. Kérdés, hogy megtarthatja őt a hit? Kit? Azt, akinek cselekedetei nincsenek, csak hite van. 15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, azaz szegények és nincsen meg a mindennapi szükségletük, és ezt mondja nékik valaki tüközületek, valaki, akinek van hite, de cselekedetei nincsenek, menjetek el békességben, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amire szüksége van, a testnek mi haszna annak? Az, hogyha az ember lát valakit, akinek szüksége van valamire, és azt mondja, hogy menjél és legyen neked, vagy majd én imádkozok érted, de nem tesz semmit, az elegendő-e? Ez a kérdés, amit Jakób feltesz. 17-es. Ugye az a válasz, hogy mi annak az értelme, mi a haszna, hogyha nem tesz semmit. Csak azt mondja. 17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Rengetegszer szerepelt már ez a mondat, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy még mindig nem egyértelmű. A hit az, hogyha valaki azt mondja, hogy ő hisz, hogy ő imádja, hogy ő szereti, de nincsenek cselekedetei, nem ér semmit, hiszen annak az embernek nem tud segíteni, aki szükségben van. Ugyanúgy, ahogyan az örökkévalót nem fogja érdekelni az, hogy mi azt mondogatjuk, hogy őt szeretjük, ha nem úgy élünk, és ha nem vagyunk engedelmesek és alázatosak. Ez az, amit ő elvár. Ez pedig cselekedetekben nyilvánul meg. Ezért mutattam meg Ézsaiás
29.13-as, hogy e nép szájjal közelget, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Nem véletlenül idézi ezt a Messiák is, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Azaz mondogatja, de nem úgy él. Ugyanez az üzenete Jakab második fejezet 17-es versnek. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában, hiszen nem képes betölteni a funkcióját. Nem képes segíteni sem az embernek, és nem képes közelebb vinni minket a Teremtőhöz. Tovább fogja ezt boncolgatni a 18-as verstől. De mondhatja valaki, néked hited van, azaz te hiszel, nékem pedig cselekedeteim vannak, én pedig úgy élek. Mutasd meg nékem a te hitedet, a te cselekedeteidből, én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Azaz az ember cselekedete, életmódja az, ami megmutatja az ő hitét. Másképpen nem is lehet, hiszen példabeszédek, Mésli 6-os fejezet 23-as így szól, mert szövétnek, azaz lámpás a parancsolat, és a tudomány, világosság, életnek útat tanító feddések. Hogyha az ember nem úgy él, akkor ez nem képes az utat mutatni a többi ember számára. És így teljesen hiába mondogatja azt, hiszen nem nyilvánul meg az ő hite. Nem tud más úton járni, illetve nem jár más úton, mint a világ, és nem képes másokat kivezetni abból a sötétségből, melyben ők élnek. Ezért mondja, hogy a parancsolat a lámpás, és annak a tudása a világosság. Aki aszerint él, az az, aki ez a lámpás, ez és ez a világosság, és kivezeti a többieket, ahogyan mondta Jakób, hiszen akinek a cselekedetei olyanok, az képes segíteni annak, akinek szüksége van rá, az az, aki meg tudja változtatni a többi ember életét azáltal, hogy ő úgy él. Ezért mondja azt, hogy mutasd meg a hitedet azáltal, hogy te úgy cselekszel. Nem csak azt mondogatod, és én is meg fogom mutatni neked az én hitemet az én saját cselekedeteimből. Azaz a hitnek meg kell nyilvánulnia cselekedetekben, és valamilyen formában az embereknek látnia kell azt, hogy mi ezen az úton járunk. Akinek a cselekedetei nem mutatják a hitét, az nem képes az utat mutatni a világnak. Erre utal Márk 4-es fejezetben a Messiák, mikor ezt mondja, és mondanékik a 21-es versben. Avagy azért hozzáké elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá, és nem azért hogy gyertyatartóba tegyék. De ugyanez a példabeszéd Lukács 11-es fejezetben, a 33-as versben, senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem véka alá, hanem gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Amennyiben nincsen cselekedetünk, akkor ez a gyertya nem képes a világosságot teljes mértékben megmutatni a többi emberek. Nem képes a szobát bevilágítani, vagy azt az utat, amin járni szeretnénk, hiszen a többiek nem fogják látni. Csak azok, akiknek ezt elmondjuk, azonban az nem lesz elégséges. Az egyenlő azzal, aki véka alá teszi, vagy pedig aki az ágy alá teszi. Aki úgy jár, azaz, aki képes megmutatni ezt a fényt a világnak. Ez az, amiről Jakób beszél, de úgy tűnik, hogy rengeteg más idézet is erre utal. Ugyanúgy, ahogy Saul írt a rómaiakhoz, pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Elohim számára elfogadhatóvá, mert Elohim csak azokat tekinti elfogadhatónak, akik meg is teszik, amit a törvény követel. Hogy lehetséges az, hogy első Péter ugyanezt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, aki személyválogatás nélkül, de kinek cselekedetei szerint? Zsoltárokban olvastuk az igazság útját. Zíkiel megmondta, hogy mi a gonoszság, hogyan kell abból megtérni. Mindenki arra szólít fel, Jakab szintén, hogy a hit cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. Nekünk ez szerint kell élnünk. És ennek ellenére még mindig arról van szó, hogy mi kegyelem alatt vagyunk, és elég a hit. Nézzük meg, hogy ki másnak van még hite. 19-es vers. Te hiszed, hogy Elohim egy. Azaz, akikhez beszélt, tudják pontosan, hogy mi az üzenet. Ők tudják, hogy egy Elohim van.
azaz ők nem tisztelnek mindenféle más bálványokat. Jól teszed, azaz ez egy nagyszerű dolog. Honnan is tudjuk ezt? Ez ugye Deberim 6, 4-től 6-ig. Hadd, ó, Izrael, Jahua egy hatalmasság. Az ördögök is hiszik és rettegnek, azonban az ördögök is pontosan tudják ezt. Nézzük meg a másik fordításban, hogy mi is ez az ördög. Másik fordításban azt írja, hogy de gondoljátok meg, hogy ezt a gonosz szellemek is hiszik és reszketnek a félelemtől. Azaz ők is ugyanúgy ezt hiszik, mint ezek az emberek, akiknek nincsenek cselekedeteik. És ők is rettegnek, legalább ők megértik azt, hogy mi az igazi üzenet. Hiszen ők rettegnek. A legtöbb ember azonban már elvesztette ezt, és ő nem is fél, hiszen azt gondolja, hogy a hit elégséges, és a kegyelem az, ami meg fogja őt majd a végén menteni. Azonban legalább ezek a gonosz szellemek vagy ördögök megértették az üzenetet. Az üzenet pedig az, amiről a 20-asban ír. Akarod épp pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt. Ez a probléma azzal, hogyha valaki hiszi, de nem aszerint él. Már azt megvizsgáltuk, hogy ez nem az új szövetségben elhangzó néhány parancsolat, hanem maga az ige. Az a királyi törvény, ami az írásban van összefoglalva. Az összes törvényről beszél, nem arról a néhányról, amit felsorol az új szövetség. Azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt. Azaz ezek az ördögök, akik szintén rettegnek, tudják azt, ennek ellenére nem cselekszik. Az ember azonban nem érti, és ezért nem cselekszik. Érdekes az, hogy az ördögök is hiszik, és ők rettegnek. Úgy tűnik, hogy az ördögök előrébb jutottak, mint a legtöbb ember, hiszen példabeszélek Misli első fejezet 7-es vers így szól, hogy a Huának félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Azaz, Jahua félelme az a bölcsességnek a kezdete. Ezek az ördögök, vagy gonosz szellemek, démonok eljutottak odáig, ők tudják, hogy mi a következménye annak, ha az ember nem a törvények szerint él, és nem úgy cselekszik. A legtöbben sajnos elfelejtették, és azt gondolják, hogy ő mindenkit szeret, és mindenkit elfogad olyannak, amilyen. Ezért mondja azt Jakab már sokadjára, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt. 21-es vers így szól. Ábrahám, és ez egy példát ad arra, hogy hogyan nyilvánul meg a hit cselekedetekben, és hogyan is kerül az ember ezáltal közelebb a teremtőhöz. Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott é meg, felvén Yitzhakot, Izsákot, az ő fiát az oltárra. Azaz, amit tett, hogy hajlandó lett volna feláldozni a fiát csak azért, mert Jehova ezt mondta, ez volt az a cselekedet, amiben az ő hite megnyilvánult. Ha azt mondta volna, hogy ó, én megtenném, de ez vagy az, akkor nem tudott volna a végére ilyen közel kerülni Jehovához, hiszen a cselekedetnek meg kellett történnie. Elhitte azt, hogy őt így is úgy is, hogy így is úgy is teljesíteni fogja az ígéretet, miszerint annyi lesz a te magod, mint a tengernek a homokszeme, illetve égen a csillag. Ha megöli az egyetlen fiát, ez nem teljesülhetett volna be. Azonban ő elhitte azt, hogy ennek ellenére valóra fogja váltani az ígéretét. Ezért mondja azt, hogy a cselekedetéből igazítatott meg, hiszen a végén azt mondta neki, hogy ne áldozz föl, mert most már elhiszem azt, hogy te hajlandó vagy követni az utasításaimat. Ha azonban nem jutott volna el az addig a pontig a cselekedeteivel, akkor ez soha nem történhetett volna meg. Ez a történet Bereshit 1 Mózes 22, 22-es fejezet az, ami leírja magát ezt az áldozat, illetve ezt az egész eseményt, így kezdődik, és lőn ezek utána Elohim megkísérti Ábrahámot, és mondanék ki, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Yitzhakot vagy Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatot a hegyek közül egyen, melyet mondanok néked. Ez volt az a próbatétel, melyel Jahua utoljára próbára tette Ábrahámnak a hitét.
mikor elindultak a hegyhez 3 napig, utaztak, és mikor megérkeztek, így szólt Ábrahám. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig, és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Azaz, nem azt mondta, hogy visszatérek, hanem azt mondta, hogy visszatérünk. Ő tudta, hogy Jahua így vagy úgy teljesíteni fogja az ő ígéretét, és erre a bizonyság az, hogy azt mondta, hogy visszatérünk hozzátok. Azaz ő tudta, hogy mindketten vissza fognak térni, hiszen neki volt hite, ezért volt hajlandó, és ezért lett volna hajlandó feláldozni az ő fiát. Ő biztosra vette azt, hogy így vagy úgy, de Jahua teljesíteni fogja az ő ígéretét, amit neki tett, és aztán később ugye Icáknak is, és Jakobnak, azaz Izraelnek. 11-es versben így szól, akkor kiállta néki Jahuának angyala az égből, és mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy igaz vagy, Istenfélő, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Azaz azt cselekedte, amire a Mesiák is felszólított minket. Ez pedig Máté 19, Mátéjahu 19, 29, 30, és aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, ahogyan azt Ábrahám tette volna, vagy szántóföldjét az én nevemért, azaz Jahua nevért, mindaz 100 annyit vészen és örökség szerint nyer örök életet, sőt, sok elsők pedig lesznek utolsók, sok utolsók pedig elsők. A helyzet egyáltalán nem változott, hiszen ugyanúgy, ahogy akkor ezt kérte Ábrahámtól, ugyanezt ezek a feltételek maradtak meg számunkra is. Mindenki, aki őt követi, az elnyeri majd az örökséget, ahogyan az előbb is olvashattuk néhány perce, hogy ez az az örökség, amit azoknak ígért, akik őt valóban szeretik, és akik hajlandók erre. Ábrahám pedig megtette volna, ezért mondta neki azt, hogy most már tudom, hogy te igaz ember vagy. 13-as vers, és felemeli Ábrahám az ő szemét, és látta, hogy ímé háta megett egy kos megakadt a szarvánál fogva a szövevényben, és utána ez lett az az áldozat. Így valóban visszatért ő, és a fiú is, ahogyan ő azt mondta, hogy visszatérünk hozzátok, hiszen ő tudta azt, hogy Jahua vele lesz. És újra elhangzik az ígéret, amit azért kapott, mert az ő hite cselekedetekben nyilvánult meg. 16-os vers, ez még mindig 1 Mózes 22. És mondta, ez ugye Jahua angyala, én magamra esküszöm, azt mondja Jahua. Az előbb olvastuk, hogy nézzük meg inkább 15-östől. És kiállta Jahuának angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. Azaz Jahua angyala az, aki most kiált neki. És mondta, ez az, amit Jahua angyala mond, az Úr angyala. Én magamra esküszöm, azt mondja Jahua. Azaz az angyal elhozza Jahua üzenetét. Ez az ő feladata. Úgy beszél, mintha ő lenne Jahua maga itt a földön. Ezért mondja azt, hogy én magamra esküszöm, azt mondja Jahua. Mivel, hogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. Ez az ígéret, 17-es vers, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magadat, mint az ég csillagai, és mint a fövenyt, mely a tengerpartján van, és a te magad örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. Ugyanaz, amiről írt Jakób, mégpedig egy pillanat. Halljátok, mert szeretett atyám fiai, ez ugyanitt második fejezet, 5-ös vers. Avagy nem Elohim választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Akik őt szeretik, azok úgy élnek, és azoknak a hite cselekedetekben nyilvánul meg. Ezt mondja Jahua angyala, hogy te magad örökség szerint fogja bírni az ő ellenség kapuját. Azért, mert ők hisznek,
úgy cselekszenek, és ezzel bebizonyítják, hogy ők valóban őt szeretik. 18. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez, hogy a földnek minden nemzetségei megáldatnak, ez az ő magja, nem más, mint a Mesiák Jehusa. Nézzük tovább, hogy mi az, amit Ábrahámról ír Jakab mindezek után. 22-es, látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljesé a hit. Azaz, hogyha Ábrahám nem lett volna hajlandó eljutni egészen az utolsó pillanatig, mikor már megállította Jahó angyala, hogy ne áldozza fel a fiát, akkor nem teljesedett volna be az az ígéret, hiszen az ő hite nem nyilvánult volna meg cselekedetekben. A cselekedet az, ami megmutatja azt, hogy mennyire erős az embernek a hite. Ezért Ábrahám az egyik példa. Így teljesedett ki. Nem a cselekedet az, ami miatt Ábrahám, vagy Icák, vagy Jákob, vagy az összes többi ember ebben az írásban, aki Jahua útját járta, megigazolt, hanem a hite azonban az megnyilvánult cselekedetekben, a kettő kéz a kézben jár. 23-as. És beteljesedett az írás, mely ezt mondja, hit pedig Ábrahám Elohimnek, és tulajdonítatott néki igazságul, és Elohim barátjának neveztetett. Érdekes az, ami zsidókhoz, 11-es fejezet, 17-20-ig így szól, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, ki az ígéreteket nyerte. Elnyerte az ígéreteket, hiszen hajlandó lett volna feláldozni az egyetlen fiát. 18. Kinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Azaz, ez volt az az örökös, akiben az ígéretek beteljesültek volna. Ha ő feláldozza, akkor nem lehetett volna az ígéretet beteljesíteni, azonban ő hitt Elohimnek, hogy ő be fogja teljesíteni így is, úgy is, hiszen megígérte. Azaz gyakorlatilag vakon követte. 19. Úgy gondolkozván, hogy Elohim a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Azaz tudta, hogy akárha fel is áldozza, így vagy úgy, Jahua teljesíteni fogja az ígéretét, hiszen hit benne, hiszen bízott benne. És hit, 20-as zsidókhoz, Ábri 11, hit által áldál meg a jövendőkre nézve Icák, Izsák, Jákobot és Ézsot. Azaz ez tovább folytatódott, ez a minta. Azaz a hite, hit pedig Ábrahám Elohimnak, igazságul tulajdonítatott néki. Mi az igazság? Erről már számtalan szó volt szó, ítéleteit, bizonyságait, parancsolatait, rendeléseit, törvényeit. Annak a követése igazság, és ezért az ő hite így nyilvánult meg, ezért ő igaznak bizonyult. Érdekes az, amit a Siák mondja, Hukonon 16-os fejezet 13-as versben, de mikor eljő Amaz, az igazságnak lelke, azaz maga a Ruach HaKodesh, ha ő az igazság lelke, és tudjuk azt, hogy az igazság útja, ami Tehelim Zsoltárok 119.30-34-ig le van írva, ítélet, bizonyság, parancsolat, rendelés, törvény, ha ez az igazság lelke eljön, és elvezérel majd titeket minden igazságra, akkor hogy lehet az, hogy ez más ez az igazság, mint amit ő tanított, mikor ő itt volt, különösen akkor, mikor azt mondja, mert nem ő magától szól, azaz ez nem egy külön lélek, ami egy másfajta tanítást fog elhozni, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek, hanem ez elhozza azt az üzenetet, amit hall, ez az atyától jön, Jehusa HaMásiák nevében, akkor nyilván az atya üzenetét hozza, ha ő nem változik, akkor az üzenetnek ugyanannak kell lennie. Ez az igazság lelke. Ugyanaz, ami Ábrahámnak igazságul tulajdonítatott, hogy követte a parancsolatokat és a rendeléseket, és mindazt, amit Jahua parancsolt neki. Ez kiderül Bereshit 26-os fejezet 4-től 5-ig. És megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, ez az ígéret most Jicaknak, ugyanúgy, hogy Ábrahámnak, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, ez az örökség azoknak, akik szeretik, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei,
a Messiák eljön és mindenkit visszavezet, aki hajlandó járni az utat. Az ötös az, ami érdekes, mivel hogy hallgat Ábrahám az én szavamra, azaz Ábrahám hit, és úgy is cselekedett. Hogyan? Megtartotta a megtartandókat, parancsolatimat, rendeléseimet, törvényeimet. Azaz úgy élt, ahogyan ő parancsolta. Ezért mondta az, hogy Elohim barátjának neveztetett. Jakab, másik fejezet 23. És tulajdonított itt néki igazságul és Elohim barátjának neveztetett. Azért, mert megtartotta a megtartandókat, hallgatott a szavamra, a parancsolatimat, a rendeléseimet, törvényeimet. Ami akkor igazság volt, vagy akkor hit volt, vagy szeretet, ugyanaz ma is. 24-es. Látjátok tehát, hogy a cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. 25. Hasonlatos képen pedig a tisztátalan Ráháb, ugye Ráháb a prostituált volt tulajdonképpen, avagy nem cselekedetekből igazítatott én meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki. Villám gyorsan, Ráháb története ez, Jehusa második fejezet, Józsué második fejezet, így szó, Józsué Nun fia elküldte Sittimből titkon két férfiút kémekül mondván, menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jerikót. Azok pedig elmenének, bemenének egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb vala neve, és ott hálának. Ez kiderült, Jerikó királya elküldte a katonáit Ráhábhoz, hogy adja elő a férfiakat. 4-es vers így szó, az asszony pedig fogál két férfiút, elrejté vala őket, és mondá, úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak. 5. És kimentek-e férfiak kapuzáráskor a sötétben, nem tudom, hová mentek a férfiak, siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket. Pedig ő felhágatta őket a házhéjára, a háztetőre, és elbújtatta őket a száras leng közé, amely néki házhéjára volt kirakva. Az érdekes az, ami a 9-es fejezetben történik, és mondta a férfiaknak, ez ugye Ráháb a... Ez Ráháb, és ő a parázna. Tehát így szól. És mondta a férfiak, hogy tudom, hogy Jahuan néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvad előttek. Azaz ő tudott Jahuáról, ő tudta, hogy az örökkévaló van ezekkel az emberekkel. Ő hitt. Mert hallottuk, hogy megszállította Jahua a Verestenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az Emoreusok két királyával, akik túl voltak Jordánon, Szihonnal, Óggal, akiket megöltetek. Elmondja mindazokat, a bizonyságokat, melyeket Jahua tett, értük, miután kihozta Egyiptomból, és ugye amíg kihozta őket. Így szól a 11-es. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többi bátorság senkiben sem miattatok. Azaz mindenki tudta, hogy velük van Jahua. Így szól Rahab, bizony Jahua, a ti hatalmasságotok Elohim fenn az égben, és alant a földön. Azaz hit abban, amiben nagyon sok izraelita, illetve azok, akik kijöttek Egyiptomból, annak ellenére, hogy ott voltak, nem hit, hiszen ők még annak ellenére is lázadtak folyamatosan, ezért nem jutott be senki az ígéret földjére, csak Jahusa és Kéleb, vagy Káleb, azok közül, akik elhagyták, csak azoknak a leszármazottai. Tehát egy parázna az, aki nem is az a népből való, ő jobban hit, mint az a nép, és a hite cselekedetekben nyilvánult meg, hiszen elrejtette ezeket a katonákat, és így ő is igazulni tudott, és a végén így maradt életben. Azonban, ha ezeket nem teszi meg, és a hite az, hogy bizony Jahuá ti hatalmasságotok Elohim fenn az égben és alant a földön, az nem nyilvánul meg cselekedetekben, őt ugyanúgy elpusztították volna, mint az összes többi. Ez az, amit kér. Most azért esküdjetek meg, kérlek nékem Jahuára, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekeztek majd az én atyámnak házával, és igaz ját adtok nékem, hogy életben hagyjátok az én atyámat, anyámat, férfi nőtestvéremet, és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól. Azaz, látta a cselekedeteket, hitt, ő úgy cselekedett, és ezután tudta elnyerni azt, ami ennek a jutalma. Ugyanaz, amiről
Jakob, vagyis Jakab beszél, hiszen hasonlatos képpen, ugye ez a 25-ös vers, a tisztátalan Ráhab, amely nem cselekedetekből igazítatott é meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta ki őket. Azaz a hite megnyilvánult cselekedetekben, és ezzel megmentette az egész háza népét. Érdekes az, hogy ezután útba is igazította őket, és mondanékik 16-os vers, ez ugye Jehusa Józsué második 16, a hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, ott rejtőzködjetek el 3 napig, amíg visszatérnek az üldözők, azután pedig menjetek a magatok útján, eligazítja őket. A férfiak pedig így szólnak. Ha bejövünk 18 mi erre a földre, közd e veres fonalú zsinort ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket. Atyádat, anyádat, atyád fiait pedig, és az atyádnak egész házanépét gyűjtsd be magadhoz a ház. És így menekült meg Ráhab. A veres fonalú zsinór, melyet az ablakhoz erősít, pedig egy utalás vissza Semot 12, második Mózes 12, a páska bárány, és amikor a vért az ajtó félfára fröcskölik, és az marad életben, akinek az ajtaján az van, hiszen az hisz, az megtette az áldozatot, az megtette azokat, amiket parancsolt neki, és az a hit életben tartotta, ugyanúgy, ahogy Ráhábot életben tartja most, ugyanúgy, ahogy Ábrahámnak megadta az ígéretet, ugyanúgy, ahogy mindenki másnak, aki hisz, úgy kellene, hogy éljen. Ahogyan Ábrahám is tette, az előbb olvastam. Mi is az, ami ennek az egész fejezetnek az üzenete, és mi is az, amivel végül is le tudjuk ezt zárni, az a 26-os versben össze van foglalva újra, most már talán harmadjára. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, azaz ha az a ruach, ami az atyától jön, amiről beszéltünk az előbb, ami elhozza, ami elvezet az igazsághoz, ami elhozza az üzenetét, ha az nincs az emberben meg, aképpen a hit és holt cselekedetek nélkül. Ez az üzenete Jakab második fejezetének, de nem csak ennek, hanem tulajdonképpen az egész könyvnek. Térj meg, kövesd a parancsolatokat, olvasd az igét, az ő szavát, ez meghozza a hitet, az a cselekedeteidet, és utána üdvözülsz. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!